Visszaváltás. Sokan cseréltették ki a karácsonyra kapott ajándékot. Hastánc gála. Egyedülálló műsorral szórakoztatták a közönséget Siófokon. Pályára fel. Uros Bregár viheti sikerre újra a siófoki hópárduc lányokat. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Ruhaneműi és elektronikai cikk volt az idei slágertermék karácsonykor az általunk megkérdezett egyik áruházláncnál. Azonban előfordul, hogy vagy az ajándékba kapott pulóver mérete nem megfelelő, vagy az adott eszközből már van otthon. Ezek cseréjére természetesen van lehetőség, ehhez azonban meg kell őrizni a vásárlást igazoló blokkot. Az ünnep után nem csupán cserére nyílik alkalom, ekkor kezdődnek ugyanis a leározások. Vannak, akik ilyenkor már a következő karácsonyra vásárolnak. A játékok között válogatott ez az anyuka egy siófoki hipermarketben. A nagymamától karácsonyra kapott pénzből vásárolt a fiának. Most kimondottan egy ilyen távirányítós játékot kerestem, az volt az elsődleges szempont. Mindig elrakom a blokkot, mert a garancia ugye csak úgy érvényes, hogyha ne adj Isten nem jó, akkor csak úgy lehet visszahozni. Az anyuka azt mondja, hogy mindig körültekintően vásárol azért, hogy ne érjen senkit se csalódás karácsonykor. Elmondhatom, hogy a gyerekek mindennek örültek, amit vettünk elektronikai cuccok, minden jól működik, nem kellett visszahoznom semmit se, úgyhogy én azt mondhatom, hogy az idei karácsony jó sikerült. Karácsony után a legtöbb üzletben 20-30, de akár még ennél nagyobb kedvezményeket is kínálnak egyes termékekre. Ebben a siófoki hipermarketben a játékok és a ruhák is olcsóbban beszerezhetők, de a karácsonyi dekorációkért, kiegészítőkért is kevesebbet kell fizetni, mint az ünnep előtt. Volt, aki kifejezetten az akciók miatt érkezett. A csomagolópapírokon nagyon sokat keresgéltünk, a karácsonyi dekorokat. Ezek kifejezetten karácsonyi mintások, úgyhogy ezek is ilyenkor nagyon jó árban vannak, és még jók lesznek. Előfordulhat azonban, hogy a karácsonyra kapott ajándék nem megfelelő, vagy már van belőle, akkor ezeket vissza lehet vinni és kicserélik. Az általunk megkérdezett egyik áruházláncnál is lehetőség van erre. Itt általában a ruhákból szeretnének új méretet, vagy az elektronikai cikkeket másra cserélni. Idén ezekből az ajándéknak való termékekből fogyott a legtöbb. Mi úgy számoltunk, hogy körülbelül olyan 200 ezer darab elektronikai cikket, és körülbelül egy 1,7 millió darab játékot fogunk eladni, hiszen mind a két kategóriában számos újdonsággal készültünk a vásárlók számára. Az általunk megkérdezett vásárlók odafigyelnek a blokkok meglétére, hogyha valamelyik ajándék mégsem lett jó, akkor az ne legyen probléma. Igyekszem körültekinteni, a blokkokat azokra most már figyelek, azért előfordult régebben malőr. Az elektronikai cuccokat nem szoktam kipróbálni a boltban, de van blokk, van jótállás, azért ha baj van, akkor vissza lehet vinni. Azt tanácsolják a szakemberek, hogy minden esetben őrizzük meg a vásárlást igazoló blokkot, hiszen csak ez ellenében érhetünk panasztal, vagy cserélhetjük ki az adott terméket. A nyugdíjasok továbbra is számíthatnak a kormányra, jelentette ki a családokért felelős tárca nélküli miniszter parlamenti államtitkára a kabinet Facebook oldalára feltöltött videóban. Zsigó Róbert úgy fogalmazott, hogy a baloldal 2010 előtt kisemészte a nyugdíjasokat, elvett tőlük egyhavi juttatást, csökkentette a nyugdíjuk vásárlóértékét, valamint az egekbe emelte a rezsiköltséget. Idén novemberben minden eddiginél magasabb összegű, 80 ezer forintos nyugdíjprémiumot fizettünk a nyugdíjasoknak és a nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek. Két hét múlva megkezdődik az 5%-kal megemelt nyugdíjak kézbesítése is. Februárban pedig visszaadjuk a nyugdíjasoknak a baloldal által korábban elvett 13. havi nyugdíjat. Ez sem csak a nyugdíjasok, hanem a nyugdíjszerű ellátásban részesülők is megkapják. Mindannyiunknak kötelessége megbecsülni az időseket, köszönjük nekik az elmúlt évtizedek munkáját. A nyugdíjasok továbbra is számíthatnak ránk. A jövő évtől havi 50 ezer forintra nő az árvaellátás legkisebb mértéke. Az intézkedés 40 ezer szemét érint. Az első utalás 2022. január 12-én érkezik a számlákra, írta a Világgazdaság kedden a Magyar Államkincstártól kapott információ alapján. Az árvaellátás jelenlegi alsó határa 24.250 forint. A minimumellátás duplájára emelése 8,1 milliárd forinttal 0,2%-kal növeli a rendszeres ellátások jövő évi kiadásait.
A nyugdíjbiztosítási alap jövőre összesen 38,6 milliárd forintot irányoz elő az árvaellátásra. Idén engedélyezett a szilveszterkor használatos pirotechnikai termékek árusítása és felhasználása, közölte a rendőrség a Facebook oldalán. Tavaly a koronavírus járvány elleni védekezés részeként a szilveszterkor is érvényes esti kijárási tilalom betartatásáért és a csoportosulások elkerüléséért megtiltotta a kormány a pirotechnikai termékek árusítását és felhasználását. Idén nem lesz ilyen korlátozás, így a rendőrség részletesen ismertette a tűzijátékok felhasználásának szabályait. Kiemelték, továbbra is tilos petárdát vásárolni, birtokolni, felhasználni. Négy pirotechnikai osztályt különböztetnek meg, ahogy növekednek a számok, úgy szigorodnak a használati feltételek is. Az első két kategóriába tartozó termékeket, mint például tortagyertya, egész évben engedély nélkül meg lehet venni, kategóriától függően 14 vagy 16 éves kortól. A harmadik pirotechnikai osztályba tartozó termékek közepes kockázattal járnak, és kizárólag szabadban, nagy nyílt területen használhatóak. A negyedik pirotechnikai osztályba sorolt termékek nagy kockázattal járnak, kizárólag pirotechnikus által használhatóak, és csak ők vásárolhatják meg engedéllyel. A kormány elfogadta a kóborállat befogadásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló kormányrendeletet, amely részletesen szabályozza az ebrendészeti telepek feladatkörét és ellenőrzését, közölte az Agrárminisztérium az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében. A szabályozás célja a közegészségügyi, állategészségügyi és állatvédelmi szempontból is megfelelő és korszerű környezet létrehozása, amelyek révén növekszik az ebrendészeti telepek szakmai színvonala, átláthatósága, javul a telepeken tartott állatok jólléte, egészsége és gazdához jutási esélye is. A változások egy része 2022. január 1-én, bizonyos része pedig 2022. július 1-én lép hatályba, ezzel megfelelő felkészülési időt biztosítva a rendelet hatályba lépésekor működő gyepmesteri telepeknek. A kormányrendelet további részletei megtekinthetők a Magyar Közlönyben, olvasható a szaktárca közleményében. Hastáncgálán mutatkoztak be fiatal tehetségek Siófokon. A látványos műsorra sokan érkeztek a Kálmán Imre Kulturális Központba. A Geratel Hastánc stúdió növendékei sikeres évet tudhatnak maguk mögött, hiszen számos megmérettetésen bizonyultak a legjobbnak. Először a testvérem táncolt, és nekem nagyon megtetszett, és beálltam. Nagyon sokat fejlődtem, én úgy gondolom, és nagyon szeretem a csapatomat. Nekem is az unokatesom táncolt, és ő is megmutatta, és én így álltam be táncolni. Nem nagyon nehéz, meg lehet tanulni könnyen. Abból anyukám mondta el, hogy menjünk el egy fellépésre, megnéztük, és nagyon megtetszett így ezért. Meg hát egyszerűen szerettem volna sportolni, és ezért. Hát ugye én versenytáncolok is közben, és ott folyamatosan vannak edzések, és ott nagyon keményen edzünk, és ezért van így erről létem meg, ezért bírom mindent. 16 éve alapítottam meg a Hastánc stúdiót, én 18 éve táncolok. Szeretném megmondani a helyezéseinket, de nem tudom fejből, olyan 120 első helyezést értünk el, körülbelül 140 bronzot, és olyan 100 ezüstöt. Az izommunka, az izomtechnika, tehát az alapoktól kell kezdeni, ügyesen fel kell építeni, és az a lényeg, hogy ne a közepébe legyen belevágva, hanem nulláról. Helyes testtartás, kéz, fej, arc, egy nagyon erős gerinctechnika, hogy hogyan álljunk a színpadon, és az, hogy nagyon-nagyon nagy állóképessége legyen a tanítványnak. 45 tanítványom van körülbelül, nem fog mindenki még fellépni, mert vannak kezdőim, ők viszont jövőre fel fognak lépni, a legkisebben 5 éves. Nagyon-nagyon sokan jelentkeznek, indítom tavasszal a következőt. Az utolsó csoportomban 15 fő lehetne, és most vannak 18-an benne, tehát hogy folyamatos az új jelentkezés, ezért indult tavasszal egy új tanfolyam.
Mi nem a klasszikusat táncoljuk, hanem mi a sóhastáncot táncoljuk. Ez annyiban más, hogy ez kimondottan színpadra van számba, tehát ez nem az eredeti török vagy arab hastánc, hanem mi már sóelemeket teszünk bele. Magyarországon egyedülálló produkcióink vannak, ahol LED fénytechnikával táncolunk. Ezteket Fehér Oroszországból rendeltük meg, és csak nekünk van az országban egyedül. Nagyon-nagyon szeretik a magyar hastáncosokat, járnak is. Én speciál nem voltam, én csak Magyarországon indultam versenyen, én 8-szor nyertem meg magyarországos bajnokságot, de én nem mentem még soha külföldre, és nem is szeretnék, én itt van, szeretnék maradni. A koronavírus járvány miatt az idei évben elmarad a közös szilveszteri ünnepség a kaposvári Kossuth téren. Továbbá városi tűzijáték sem lesz, írta hétfői közleményében a Városháza sajtóosztálya. Az év búcsúztató bulit már egy évvel ezelőtt sem rendezték meg a járványügyi helyzet miatt, akkor még a kijárási korlátozás is érvényben volt. Két bajnoki és egy magyar kupa győzelem a mérlege a Siófok női kézilabda csapatának novemberben szerződtetett vezetőedzőjének, Uros Bregárnak. A szlovén szakember először Érden, majd hazai pályán az MTK ellen vezette sikerre a Hópárduc lányokat a bajnokságban. A magyar kupában pedig a Fehérvár ellen harcoltak ki 1-1 gólos továbbjutást jelentő győzelmet. A siófoki női kézisek még karácsonyi pihenőjüket töltik, vezetőedzőjük Uros Bregár pedig az eddig elvégzett munkát összegezte a csapatnál. Mint ismert, a szlovén szakember a távozó Danyi Zovko páros után vette át az SKC irányítását. Nagyon örülök, hogy az érkezésem után 3 győzelemmel tudtunk kezdeni. Nagyon kemény időszak volt, mert nem igazán ismertem még a csapatot. Természetesen ez napról napra, mérkőzésről mérkőzésre sokat változott. Bregár szerint a csapatban elsősorban a védelmet kell stabilizálni. A folytatásban az első meccsünk a Debrecen ellen nagyon nehéz lesz. Számomra az a legfontosabb, hogy addig a védekezésünk folyamatosan fejlődjön, és a lehető leghatékonyabb legyen. A következő időszakban rengeteget fogunk dolgozni. Januárban lesz még 2 hetünk, hogy elérjük a csúcsformánkat, a bajnokságra és a kupára. A tabellán elfoglalt helyezésünk még nem az igazi. Sokat kell dolgoznunk azért, hogy ezen változtatni tudjunk. A bajnoki sorozatot január 15-én a tabella 3. helyén álló Debrecen ellen kezdik a balatonpartiak, míg a magyar kupa küzdelmeiben január 26-án a Vasas lesz majd az ellenfél. Visszaváltás. Sokan cseréltették ki a karácsonyra kapott ajándékot. Hastáncgála. Egyedülálló műsorral szórakoztatták a közönséget Siófokon. Pályára fel, Uros Bregár viheti sikerre újra a siófoki Hópárduc lányokat. Friss videós tartalmakért kattintsanak a Somogy Televízió Facebook oldalára vagy YouTube csatornájára. Holnap is borongós időre számíthatunk, mindjárt jövünk a részletes időjárás jelentéssel, híradóval legközelebb holnap este találkozhatnak, viszontlátásra, szép estét!